Szeretjük a biztonságot, szeretjük azt, hogyha biztonságban vannak a dolgaink, az értékeink. Azért, mert valamitől félünk attól, hogy el fogjuk veszíteni ezeket vagy valamelyik részét, ezért például az értékeinket páncélszekrénybe rakjuk, de bizonyos értékeket egyszerűen nem lehet oda helyezni. Az értékeket egyszerűen nem félteni kell, hanem kezelni őket. Ahogy az előző vlogokban már említettem, felkészülök egy jövőbeni eseményre, és ahogy ezt ígértem, publikusan fogom tenni, ez egy olyan rész lesz megint, egy olyan bejegyzés, ahol megmutatom, hogy hogyan készülök, hogyan gondolkozom abban, hogy mit kell csinálni a jövő érdekében. A felkészülés természetesen változással jár, mindennek fogok változtatni, ami csak lehetséges, és amit érdemes megváltoztatni. Nem kerülheti el a figyelmemet az értékek változása sem, tehát egy értékrendszer változáson is át fogok menni, és ez nem csak a gondolati értékeket vagy a lelki értékeket jelenti, hanem az anyagi értékeket is érinti. Ebben a szekrényben rengeteg érték van, volt, lesz, és hamarosan ez az ajtó ki fog nyílni azért, hogy megmutassam, hogy hogyan gondolkozom abban, hogy a jövőt meg lehessen változtatni, a jövőre fel lehessen készülni, és az elképzeléseinket, az álmainkat meg lehessen valósítani. A jövőbeni sikerekről sokszor beszéltünk, hogy nem elegendő álmodozni csak róluk, hanem egyértelmű, hogy változások szükségesek, tehát akkor kapod meg a jövőbeni eredményeket, ha hozzá tudsz változni ahhoz a jövőhöz, tehát ebben az értékrendszeredet is át kell állítani. Az értékrendszer változás egy rettentő bonyolult dolog, nem elképzelhető egy az egyben az, hogy hogyan kell megváltoztatni, ezért kis részletekre lehet bontani. Értékrendszer változásnak lehet mondjuk tekinteni azt, hogy valaki csak azt veszi sikernek, hogy kinek mennyi pénze van, és a pénzen keresztül nézi a sikerességét más embernek. Sőt, a sajátját is így tekinti. Értékrendszer változás után megváltozik az értéke, és mondjuk számára az érték a család lesz, és azt fogja nézni, hogy az a sikeres ember, aki boldogan él a családjában, akinek vannak gyerekei, és a gyerekét valamelyik irányba el tudja vinni, akár a sport, akár a művészet, akár a tanulás bármely irányába, és nem az osztályzatok alapján ítéli meg a gyerek sikerességét, hanem egyszerűen abban, hogy a gyerek boldog vagy sem. Így az anyagi értéket felcserélte a boldogságra, mint értéket, és ezen keresztül fogja szemlélni azt, hogy valaki sikeres vagy nem, és ha lát egy boldog embert az utcán, akkor azt mondja, hogy szeretnék én is olyan boldog lenni, egy ilyen sikeres életet szeretnék élni. És nem az, hogy lát egy gazdag embert az utcán, és azt mondja, szeretnék ilyen ember lenni, aki ilyen gazdag. Ez az értékrendszer változás. Hogyan mehet keresztül valaki egy ilyen? Persze nem ilyen sarkalatos, nem ennyire sarkalatos pontokat akarok felvázolni, hanem egyszerűen csak azt, hogy ha van egy terved, hogy mit szeretnél a jövőben, és ez lehet egyébként az anyagi sikeresség is, akkor ott egyszerűen meg kell változtatnod azokat az alapokat, amin keresztül nézed a mostani sikerességedet és tehetségedet, vagy képességedet, és az, hogy mi kell majd a jövőben. És lehet, hogy teljesen más válaszokat kapsz, és azok a válaszok viszont már könnyedén elvezetnek téged ahhoz, hogy a jövőben megkapd azt a sikert, akár az anyagi sikert. Tehát nem kell lemondani az anyagi sikerről, és mindenképpen csak a boldogság felé nézni, hanem meg kell érteni az anyagi sikert, meg kell érteni, hogy mit kell hozzá tenni, meg kell érteni, hogy milyen képességeid vannak, és ehhez megállapítani azt, hogy számodra mi fontos. Nem tudatosan, hanem számodra valóban ez lesz majd a fontos. Néhány ilyen lépést fogunk tenni, és ezért fogom kinyitni ezt az ajtót, hogy érthető legyen, hogy milyen apró lépéseket tegyél azért, hogy megváltozzon az értékrendszered, megváltozzon a gondolkozásod, a látásmódod a világról.
az egyik apró olyan lépés, ami elvezethet ahhoz, hogy te másképp gondolkozz az értékekről, az az, hogy rendet raksz a saját portádon, tehát megnézed, hogy mit van, milyen értékeket birtokolsz, és ezeket mire használod egyáltalán, elgondolkozol azon, hogy melyiknek van hasznossága, és melyiknek nincs. Tehát átvezeted a gondolataidat a hasznosság oldalára, egyfajta sznobság felől, tehát el kell menni. Mindenkiben van egy kis sznobság, tehát olyan nincs, olyan ember, akiben nincsen, valamelyik területen, valamilyen munkaterületen, vagy szakmailag, vagy anyagilag, vagy divatértékben, vagy barátilag, de van sznobság, és ezzel szembesülni kell, és el kell fogadni, hogyha lehet, hogy kis mértékben is, de valami van, tehát meg kell nézni azt, hogy a sznobságból a hasznosság felé hogyan tudod elterelni a figyelmedet, hogyan tudod ráterelni a figyelmedet a hasznosságra. Eszembe is jutott egy-egy ilyen dolog, de elmegyek most ebédelni, útközben elmesélem ezt. Eszembe jutott egy természetes értékrendváltása az embereknél. Akkor, amikor gyereket várnak a fiatal párok, és megérkezik ez a gyerek, a nőnél folyamatosan, ahogy a természet gondoskodik arról, hogy a figyelme teljesen elterelődjön az addigi dolgairól, arra, hogy majd anya lesz, és egy gyereket fog felnevelni, és gondoskodnia kell. A férfinek nehezebb dolga van, ő tudatosan kell átálljon, de ahogy a folyamatokban részt vesz, ő is folyamatosan át tud állni, könnyedén arra, hogy ő apa lesz, tehát az apa szerep lesz a fontos számára. Előtte természetesen teljesen mások voltak a prioritások, inkább az volt, hogy hogyan öltözködjenek, hova menjenek szórakozni, a baráti kör, a karrier vagy bármi. Ezek mind megmaradhatnak természetesen, de a legfontosabb pont, amire fókuszálni fognak, az már nem ez lesz, hanem az, hogy a gyereknek jó élete legyen, el legyen látva mindennel, és mindent megkapjon, ami szükséges ahhoz, hogy fejlődhessen. Tehát az értékrend teljesen megváltozik, és az értékrendjükbe belejön egy teljesen új érték, és ez a gondoskodás, a másokra való figyelem, a felelősség teljesség. Nem érdekes már az, hogy gyűrött pólóban fog kimenni a parkba, a játszótérre, nem lesz érdekes az, hogy este nem megy el szórakozni, elfelejtődik az a tény, hogy szombat este vagy péntek este van, és ilyenkor a klubok nyitva vannak, és akkor mindenki egy sörözőbe vagy valahol találkozik, hanem ők inkább az alvást fogják választani, mert a legfontosabb az, hogy másnap kibírják azt a 16-18 órát, amit egy gyerek ellátásával egy felnőttnek ki kell bírnia, tehát megtörténik az értékrendváltás természetes módon. Amiről most fogok beszélni, az persze nem az, hogy természetesen megváltozik az értékrendünk, viszont ha bizonyos gyakorlatokat elvégzünk, akkor a természetesség megint csak meg fog jelenni, tehát mégis egy természetes átváltozást fogok javasolni, egy természetes folyamatba fogok mindenkit terelni azzal, hogy elvégez néhány nagyon egyszerű hétköznapi gyakorlatot. De nézzünk egy másik dolgot, egy kicsit arrébb ülök, ahol nagyobb a csend, talán. A másik dolog, ami eszembe jutott, az nem a természetességgel függ össze, hanem pont a civilizáció káros hatásaival. Valahogy az ember személyiségében benne van az, hogy gyűjtöget és nem ad túl a dolgain, és így eszembe jutott a lomtalanítás, hogy mennyi szemét felhalmozódik egyes embereknél, de inkább az jut eszembe, hogy felhalmozódik és mégse dobják ki. Miért van az, hogy van egy lomtalanítás egy utcában, és a következő évben ugyanannyi vagy még több lom van, és aztán megint rengeteg lom van, és ugyanazok a lakók vannak ott, és látszik, hogy 20-30-50 éves bútorokat, dolgokat dobnak ki, tehát tavaly is kidobhatták volna. Értem azt, hogy tavaly pont nem értek rá, de már 20 éve van lomtalanítás, tehát az ember megtartogatja azokat a dolgait, amit nem is használ, ott el van a pincében, úgy van vele, hogy nem zavar senkit, de ha elmegyek egy-egy emberhez vendégségbe, látom, hogy nem a pincében vannak a lomjai, hanem a használhatatlan, vagy soha nem használt, de egyébként használható értékei, vagy nem értékei ott vannak a lakásban, egyszerűen zavarják őt abban, hogy élje az életét, egy jó életet, miközben ő vágyik egy jobb életre, mint ami éppen van.
Rengeteg ilyennel találkozom, és nem csak az ilyen eszközökről van szó, hanem a gondolati értékeikkel ugyanígy vannak. 20-30 éve elavult gondolatokat raktároznak magukba, sőt arra építik a jelenlegi életüket, és csodálkoznak azon, hogy nem működik. Tehát szeretném átvezetni ezt az egész dolgot a lomtalanítástól oda, hogy az érzelmeinkben, a sérelmeinkben, a gondolatainkban, mindenben ott vannak a régiségek, és nem az értékes régiségek, hanem azok, amelyeket nem használunk. Tehát az értékeket kezeljük úgy, hogy a használhatóság irányába menjen, és ilyen legyen az értékrendszer változás. Nem csak elő kell venni a régi dolgokat, és átértékelni, átnézni azt, hogy mi értékes, és mi nem, mi használható, és mi nem. Természetesen vannak olyan dolgok, amelyek nem használhatóak, hanem emlékek, és ezért elrakjuk őket, de ezekből sem kell hatalmas arzenát megtartani. Meg kell látni, hogy milyen az új világ, és el kell fogadni, hogy idővel minden változik, és minden teljesen másképp fog kinézni. Valamikor a gömbölyűek kezdenek sarkosak lenni, és majd egyszer eljön egy idő, amikor ezek a sarkosságok majd megint kerekdedek lesznek. Tehát a változáshoz mérten kell az eddigi eszközeinket, értékeinket figyelembe vennünk, hogy használhatóak vagy sem. Persze ki kell hangsúlyoznom azt, hogy most nem a tárgyakról van szó, hanem arról, hogy a gondolkozásod milyen lesz, és a gondolkozásnak az alapját hogyan tudod megváltoztatni, tehát hogyan változik meg az értékrendszered. Ha valamire ránézel, akkor azt teljesen másképp fogod értékelni, mint eddig, teljesen máshova fogod helyezni, teljesen másképp fogod nézni azt a világot, ahova kerül, és azt, ahonnan az jött, és te leszel valahol középen, aki eldönti, hogy ez valójában mire lesz használható, értékes lesz vagy sem. Ha már nagy nehezen leértem az étterembe, akkor beszélünk egy olyan szemléletváltásról, ami az étkezést illeti. Erről majd egy másik fogban bővebben fogok beszélni, magáról az étkezésről, hogy ez hogyan változhat és hogyan kéne, hogy változzon. Nagyon messzőről indultam, tehát az, ami most történik, amit most eszek, vagy ahogy most étkezek, annak 5-6 éves múltja van, tehát 5-6 évre kell visszamenni, hogy hogyan változott meg az étkezési szokásom. Nem a szokás a lényeg igazából, hanem az, hogy mit gondolok az étkezésről, és mi az, amilyen képességem volt. Mert egy másik dolog, hogy mit szerettem volna enni, de nem bírtam megenni. Tehát itt most nagy divatja van ugye a gluténérzékenységnek, vagy a laktózérzékenységnek, és ezek nem feltétlenül érzékenységből fakadó dolgok, mindenképpen valamilyen képesség, vagy ilyen aktuális képesség hiánya az, ami több problémája van az embernek. Nekem ilyen problémáim nincsenek, viszont egyszerűen a zöldségektől nem rosszul voltam, és nem ettem zöldséget, hússal ettem, aminek megvan a maga hátránya, persze annak is megvan a hátránya, hogy csak zöldséget eszel, és más nem, megjött a kajám, úgyhogy egy kis pihenő. Köszönöm. Tehát ahhoz, hogy úgy étkezhessek, ahogy most étkezek, ahhoz rengeteget kellett dolgoznom, tehát 2 éven keresztül kellett ráállítanom a szervezetemet arra, hogy a zöldséget meg tudjam emészteni, és ehhez különböző trükköket kellett alkalmazni, különböző módszereket vetettünk be, és a szemléletváltás volt a megoldás arra, hogy az étkezésem megváltozzon, tehát nem az volt a lényeg, hogy eleget egyek, és finom legyen, és élvezzem, hanem az, hogy tápláló legyen, kiszolgálja a szervezetemet, kiszolgálja az életemet, maga az étkezés, emellett legyen azért, ha társaságban vagyunk, élvezetes, legyen ízletes, legyen bármi, de nem ez az elsődleges, hanem az az érték, amit a szervezetemnek fog adni, mert ez a szervezet fog gondolkodni, érezni, cselekedni, ez a szervezet fog családot alapítani, ez a szervezet fog a barátaival, barátokkal beszélgetni, ez fog mindent kiszolgálni, és ennek meg kell adni mindenféle jót. Az, hogy élvezetes legyen maga az étkezés, az egy másik stratégia, az annak a stratégiája például, hogy az élvezetes étkezéssel fogod tudni kellemesebbé tenni az emésztésedet, ezzel lesz jobb az emésztésed, ezzel fogsz optimálisan működni, és nem az a lényeg, hogy élvezd, hanem az a lényeg,
hogy optimálisan működjél, és ahhoz élvezned kell. Óriási a különbség, teljes fordulatokat kell néha tenni ahhoz, hogy a helyes irányba tudjunk menni, és abból tudjunk építkezni. Itt az ideje, hogy kinyissuk ezt a szekrényt, és megnézzük, hogy mi az, amit összegyűjtöttem az életem során, mi az, amit megtartottam és hasznosnak tartok, hogy az elkövetkezendő céljaimat szolgálja, mik azok az értékek, amelyek igazán fontosak számomra a jövő szempontjából. Hát nem sok minden maradt, és ennek van egy oka, és nem azért, mert elfogyott, hanem mert nincs rá szükség, és azt sem jelenti azt, hogy ez a páncélszekrény üres marad, az is lehet, hogy kerül ide valami, de amint látni, azért olyan dolgok maradtak, hogy megtartottam egy órát, a többi órát eladtam, illetve odaadtam valakinek, hogy adja el. Megtartottam rengeteg dolgot, mint például adatokat, több száz terabájtnyi videófelvétel van meg, ezeket páncélszekrényekben tartom. Nyilván itt vannak az irataim, a személyes irataim, anyakönyvi kivonat, gyerekekhez bármit intézni kell, és hát ami a két legfontosabb dolog, csak kettő van sajnos, Lilláé nincs meg, de Marci és Johannának a születési karszallagjuk, itt van, nagyjából ez volt a méretük, két újnyi vastag csuklójuk volt. Ezek az értékek, amelyek segítik a jövőmet. Nyilván vannak egyéb dolgok is, mert nyilván a sikerhez, egy munkához, bármihez kell pénz, kell valami anyagi háttér. Ezeket nem itt tartom, hanem ezeket folyamatosan befektetem és folyamatosan forgatom, hogy a megfelelő hátteret és a megfelelő alapot meg tudjam teremteni. A lényeg, hogy ez a szekrény valamikor kiszolgált valamilyen funkciót, tele volt értékekkel, és ezt kellett őrizze. Ennek kellett biztonságot adni, ugye bevelhízve vettem még ezt a szekrényt, ez egy fegyverszekrény egyébként. Csak én nem fegyvert tároltam benne, mert nincsenek fegyvereim, de kerülnek a pisztolyok. A jó amerikaiak azok telerakják az ilyeneket különböző ilyen dolgokkal, aztán lehet lövöldözni a szomszédra. Nekem ezekre nem volt szükségem, arra már inkább, hogy az amerikai ajtók azok nagyjából egy óvodás számára is kinyithatóak, az ablakokról ne is beszéljünk, ugye volt is Beverly Hillsben nekünk ilyen rablásunk, amit megúsztunk egyébként mindenféle testi sérülés nélkül. Ez nem is tudom, melyik vlog forgatása közben történt. A gyakorlatok lényege, hogy legalább két közben haza kellett jöjjek, mert kirabolták a házunkat. Jóhi a lányom volt otthon, elkergette a rablókat, a rendőrség helyszínelt. Nyugodtan folytathatjuk a beszélgetést. Úgy szaladtam haza, hogy éppen történik. Ezért ide bepakoltam minden olyan tárgyunkat, ami nem szeretnék, hogy elvigyenek. Így megúsztuk egyébként nagyobb anyagi kár nélkül is. Tehát ez egy jó szolgálatot tett, és a jövőben is jó szolgálatot fog tenni. Amit szeretnék mutatni az ürességével, az, hogy nem csak a páncélszekrényt ürítettem ki, hanem nagyjából mindent. A gondolataimat elővettem a sérelmeimet, a múltból előveszem, sőt folyamatosan előveszem, az örömeimet, a sikereimet, mindent átértékelek, és mindent egy teljesen külső szemmel nézek, hogy mi az, ami most már nem lényeges, tehát akár egy siker sem lényeges már most, mert teljesen más úton kell járni, és teljesen más dolgot kell csinálni, és nem szabad fürdőzni a régi sikerekben. Ugyanígy a régi eszközeimet is összeszedtem, hát ez egy másfél hónapos kemény meló, mire kiválogattuk és listáztuk, eladásra szánjuk. Régen is akartam ilyet csinálni, de azoknak, akiknek kiosztottam ezt a feladatot, egyszerűen nem végezték el. És jelenleg sokkal modernebb, sokkal jobb eszközök vannak, kisebb helyen elfér, kisebb ráfordítás kell, kisebb munkaigény van, sokkal gyorsabban tudok dolgozni, tehát rengeteg időt nyerek azzal, hogy lecserélem új eszközökre, olyanokra, amelyek a jövőbeni feladataimat fogják kiszolgálni, és természetesen az eddigi feladataimra
tökéletesek voltak, ezeket mind eladom. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem adok el, mert nem kell senkinek, nem érték, tehát előregettek, használhatatlanok, sehol nem kompatibilisek, ezeket elvisszük a szemétbe, odaadjuk valakinek, akinek van valami ötlete arra, hogy ezzel valamit fog kezdeni. Tehát valamit kidobok, valamit eladok, valamit megtartok, felújítok, sok minden van, és valamit elajándékozok, rengeteg dolgot ajándékoztam el, akár bútort, akár technikai eszközöket, bármit. Tehát ez az üres szekrény a szimbóluma annak, hogy milyen változást kell létrehozni ahhoz, hogy más célok irányába el tudjon mozdulni az ember. Nagyon komolyan kell venni, hogy nem tud elmozdulni senki az új célok felé, ha egyszerűen nem végez egy rendrakást, egy takarítást, nem csak a háza körül, hanem a házában, főleg saját magában. Tehát az egyik gyakorlat az az, hogy nézd meg a környezetedet, és szedd össze, hogy mire van szükséged, és mire nincs szükséged. Rengeteg dolog lesz így a kezedben, hogy nem engedem, ezt nem adom oda senkinek, és ez még kell, ez még jó lesz valamire. Na, ilyenből van tele a padlás, a pince, és majd a lakásod is. Ez sokkal szigorúban, másképpen kell venni, tehát el kell tudni engedni nem csak az anyagi értékeket, hanem a gondolatokat is. Sok olyan emberrel találkoztam, emlékszem még 20-21 éves voltam, amikor még a postán dolgoztam, és ott voltak kollégák, akik már idősebbek voltak, és állandóan mesélték a fiatalkori élményeiket, hogy most már az nincsen, akkor milyen jó volt, és nem csináltak semmit. És nem értettem, hogy miért nem tesznek valamit. Tehát miért nem tesznek valami olyasmit, ami most nekik jó, és ami előre viszi őket. Ők csak ebben a régi dologban fürdöztek, és ebbe a régi dologban menekültek az új elől. Tehát nem mozdultak. Ebből válás, betegség, kirúgás, bármi előfordult, és utána is követtem ezek az ilyen embereket, és láttam, hogy milyen sorsuk alakul ki, hogyha nem mozdulnak. Szóval mozdulni kell, mindenképpen észre kell venned, hogy hasznos vagy-e úgy, ahogy éppen most vagy, hasznos vagy-e az emlékeiddel mondjuk a társadalom számára, mert azért ne felejtsd el, a társadalom akkor fog fizetni neked, és akkor lesz sok pénzed, ha hasznos vagy a számukra. Jó, van az a változat, hogy nem vagy hasznos, de azt hazudod és elhiszik. Én most nem erről beszélek, hanem konkrétan arról, hogy tényleg van értéked, és ezt az értéket fel tudod mutatni. Rengeteg embernek van értéke, nagyon nagy értéke van, de nem tudja felmutatni. Az egyik ok az, hogy a padlás tele van szarral, és ezt ki kell üríteni. Szóval nézd át, hogy mire van szükséged, tényleg mi az, amit használsz, mi az, amit nem használsz. Régen fontos volt, ha egy étterembe mentem, akkor kiöltöztem, rendbe raktam magamat, ma már nem fontos, az étterem szolgáljon ki engem, nem én szolgálom ki az éttermet. Tehát ez lehet, hogy még ma Magyarországon egy kicsit megvetendő, Amerikában ez teljesen normális volt, hogy melegítőbe elmentünk egy étterembe. Persze most megint megszólhat néhány sznop, hogy úristen, hát akkor már leszakad az ég, hogyha ilyet csinálsz, és ezt a stílustalan életet nem szabad élnie senkinek, dehogy nem lehet élni. Abszolút ugyanolyan íze van minden kajának, teljesen ugyanannyiba kerül melegítőbe és öltönybe is az étel, és pont annyira fogja megterhelni az emésztésedet az étel öltönyben is, meg melegítőben is. Tehát nyugodtan lehet bármit csinálni, éppen azt kell csinálni, ami kiszolgálja a jövődet és a jelenedet. Na, foglaljuk össze, miről volt eddig szó. Nem az ellen megyek, hogy ne legyenek anyagi értékeid, hanem azt mondom, hogy vedd számításba, hogy mire van szükséged. Nem mindig az anyagi érték a motiváló, hanem van ezer más vagy végtelen más érték is, ami motiváló lehet, előrevívő. Nem lehet tudni, hogy nálad éppen micsoda, ezért konkrét ötleteket, javaslatokat nem tudok adni neked. Egy gyakorlatot javaslok, és ezt jártuk körül néhány példával, és ennek a gyakorlatnak az a lényege, hogyha mindig megnézed, hogy mi vesz körül, és látod, hogy rendetlenség van, nem tud elpakolni, látod, hogy akadályoztatva vagy valamivel, akkor az azt jelenti, hogy felesleges dolgaid vannak, és ezek a felesleges dolgok megakadályoznak téged a valós munkában, tehát hogy sikert érjél el. Tehát maradjunk a sikergyártásnál, sikert akarsz elérni,
akkor vedd számításba, hogy mi hasznos a sikered érdekében, és mi nem hasznos. Ne félj attól, hogy üres lesz a páncélszekrényed, ha van páncélszekrényed. Ez van, az üres páncélszekrény is. Páncélszekrény, majd rakok bele valami olyan értéket, amire nincs hely, zoknit, hasonlót rakod, bármit, ha arra van szükség. És a pénzt úgysem itt tartom, tehát nem kell betörni hozzám, mert itthon nem találsz semmit, maximum egy-egy papírdarabot, de az be lesz zárva a páncélba. Szóval irány előre, továbbra is kövesd a vlogokat, iratkozz fel, nyomd meg a csengőt, ahogy szokták mondani a vloggerek, ez nekem nem megy, nem erre vagytok kíváncsiak szerintem, de attól függetlenül csináljátok, mert nem kaptok értesítést, a videótáron pedig nem, hogy ezt a témát folytatom, hanem egészen más témákban is találsz majd videókat. Találkozunk a következő bejegyzésben.